Hello mindenki, sziasztok, én Vinya vagyok, és jelentkezem a csatornán. Hát tulajdonképpen egy ismételt live-val, ami hát nem mondhatjuk, hogy rendhagyó, hiszen tulajdonképpen erről a játékról még nem találkoztatok tartalommal a csatornámról. Amit tudni kell, hogy a The Guild 2 Renaissance az technikailag egy... Hát egy karakterfejlesztő, vagy karakter építő stratégiai játék. Egy elég összetett stratégiai játék. Már csak kíváncsiságból is szeretném elétek pakolni egy picit ezt a játékot, mert nekem hasonló személyes kedvencem, mint mondjuk a GTA széria, bár én abból érdemben leginkább a San Andreas-szal és az öttel találkoztam. Hasonló ez is, ennek az első része a Európa 1400, tehát Europe 1400, az volt technikailag a Guild 1, tehát Europe 1400 The Guild, ez pedig már a The Guild 2 Renaissance nevet kapta. Technikailag magyar fordítás szemszögében a C2, ez egy nagyon általam szerintem nagyon találónak gondolt név, hiszen az 1400-as években játszódik, az technikailag pont 1400-ban kezdődik a játék, és tulajdonképpen ami fontos egy személyesnél, de ezt meg is mutatom, mielőtt bemegyünk a játékba. Ugye a játék indítása menünél ki kell választani a mapot, hát ez néhány magyarítás hiba, ezzel ne foglalkozzatok. A lényeg az, hogy alapvetően itt a alapadatok megadása után a karakter kiválasztásnál alapvetően négy karakterosztályt különböztetünk meg a játékban, és hát lényegében ez szerint mehetünk: a patrónus, a mesterember, a tudós és a gazember. A gazember ugye emberrablással, házfeltörésekkel, zsebtolvajkodással, tehát a sötét oldallal keresi a betevőt. A tudós az leginkább kórházat, azt hiszem, igen, kórházat, templomot működtet. A mesterember az benne van a nevében, tehát építőanyagot, fegyvert, ilyesmit. A patrónus pedig élelmiszert bütyköl tulajdonképpen, tehát ő élelmiszer előállítással foglalkozik. Nekem per pillanat Steamen van meg ez a játék, majd a videó leírásába belelinkelem, és a Steamen a 4.21-es finál verziót kínálják, tehát a 4.21-es verzió a finish a Guild 2-be, és ugye hamarosan következik a 3, vagy már ki van adva, ezt pontosan most nem tudom, de mindenképpen nézzétek meg, vagy nézzetek utána, hogyha érdekel benneteket. A lényeg, hogy így első live tekintetében nem szándékoztam teljesen újat kezdeni. Én a jelenleg általam single playerbe, tehát egyedi módba, egyéni módba játszott világot szeretném egy picit ebben a live-ban megmutatni nektek. És hát bízom abban, hogy tetszik, majd meg fogjátok látni, illetve természetesen, hogyha van rá igény, van rá érdeklődés, akkor akár egy natur videósorozatot is elindíthatunk, vagy elindíthatok erről, ha szeretnétek, akár bemutató sorozatot is, hogy mi hogyan van, ha esetleg érdekesnek találjátok majd a live-ot, illetve természetesen igazából, ha úgy van, akár multi játékról is lehet szó. Sajnos ugye a szerverek azok már nem futnak valamilyen oknál fogva, ezért majd valamilyen más megoldással, például Hamacsival kell ezt a mutatványt eszközölnünk. Nem is húzom tovább az időt, az egyszemélyes játékba ugorjunk is bele. Nekem ugye már itt van egy mentésem, ezt akkor betöltjük, és akkor neki is ugrunk a mutatványnak. Ugye itt látható, betöltődik a világ. Egy, hát ilyen, nem is tudom milyen nézetnek hívják ezt, egy ilyen szabad kameramódos nézet.
Alapvetően ami lényeges, hogy három karaktert irányíthatsz egyszerre. Ez jelenleg az én esetemben ugye vagyok én, akit ugye jelenleg Grove George Millernek hívnak a játékbeli karakternevemet, illetve van az asszony, akit jelenleg grófnő Yvonne Millernek hívnak. Tehát jelenleg gróf rangon tevékenykedek. Az egyik befolyásos színhelye tulajdonképpen a történetnek az a városháza, meg is mutatom, itt a városháza, vagy nem tudom, minek hívják ezt, talán csak tanács, ez a tanács, bocsánat, középkorban azért buzis a városháza. Jó, ez tanács, tehát a tanács épületébe bejünk, itt van ez a szerencsétlen Mirko Bauer jedző. Na, tehát attól függetlenül, hogy te bármit el tudsz érni ebbe a játékba, ez a csávó, apám, ez az Isten, érted? Hát technikailag ez olyan, mintha ő lenne a fejlesztő. Tehát ő az Isten a játékba. Az hódziher. Tehát hozzámész rangot korruptkodni, mindent nála csinálsz. Nagyon fontos, azt most így mutatom meg, de megmutatom az átvezető animációt is, nagyon fontos, hogy van az épületnek egy úgynevezett tanácsterme, ami itt látható. Itt ez a sok székes asztal, csak folyamatosan jönnek az értesítések. Semleges szintről ellenségeskedés szintre ezzel a dinasztia. Jó, ott kinyírjuk, semmi gond. A lényeg, hogy itt a nagy asztalnál szoktak lezajlani az úgynevezett tanácsülések. Ezek úgynevezett körönként minden körben, itt látható fönt az óra, minden körben 17 órakor van. Itt a tanácsházán, vagy a városházán, ki hogy nevezi, úgynevezett tanácsülés. Hát mai szóval ezt úgy lehetne jellemezni, hogy tulajdonképpen ez egy választmányi ülés. Itt annyi a lényeg, hogy az adott településen, ugye mi most Ausztriában vagyunk, az adott településen, hát technikailag vannak ezek a rangok, középkori rangok, amiket ugye be lehet tölteni. Itt a főintéző, a hóhér, a börtönigazgató, a célelnöke, a püspök, a konzul, a főbíró, a békebíró és a fejedelem. Tehát jelenleg ott tartok a játékban, ebben a mentésben, hogy fejedelemként vagyok, az asszony békebíróként. Na most, azt tudni kell, hogy minden döntés, amit a játék során csinálsz, az rendkívüli módon kihatással van, ha nem is közvetlenül rád, de a dinasztiádra baromira. Tehát a George, tehát a Miller dinasztiára, arra baromira kihatással van. Most láthattátok, hogy az asszony behívtam a hát nem parlamentbe, de hivatalba. Ugye fejedelemként nekem vigyáznom kell a pozíciómra. Most 9 órakor egyébként lesz egy tárgyalás. Mindjárt az asszonyt ide hívjuk, mert őt át kell jelentkezteni gyorsan egy hivatalra. Tehát most ez egy picit nyers lesz, mert elég meredeken fogom mondani. Az a lényeg, hogy nekem vigyáznom kell a posztomra. Ezért az asszonyt, aki most békebíró, folyamatosan jelentkeztetem egyik pozícióról a másikra, hogy ezek a barmok ne tudjanak följönni erre a szintre, mert akkor már pályázni tudnak az én rangomra. És ha valaki az én rangomat megpályázza, akkor tulajdonképpen hát technikailag veszélybe kerül a rangom, ugyanis a választók itt, tehát ezt a pozíciót mindenki szavazza. És én arra nem vagyok elég, hogy egyedül az asszonya kontra megválasztassa. Itt vannak ezek a kis vonalkák itt az emberkék alatt. Az igazából a velem, a dinasztiámmal való viszonyt jelölik. Tehát minél nagyobb ez a vonal, annál bizalmasabb kapcsolatban vagyunk azzal az adott dinasztiával, vagy annak az adott tagjával. Nekünk most gyorsan be kellene jönni ide. Mert itt most bírósági tárgyalás lesz, de ezt mindjárt meg is fogjátok látni. Az a lényeg, hogy igazából ez egy elég sokrétű, és hát tulajdonképpen elég összetett játék, és akkor már kezdődik is a bírósági tárgyalás. Itt most egyébként nagyon jó, hogy így most rögtön a live elején egy tárgyalást fogunk megtudni, vagy látni, lebonyolítani, vagy látjuk, hogy bonyolódik. Tehát ugye most azt kell tudni, hogy konkrétan az asszony, tehát az én játékbeli feleségem a főbíró értelemszerűen, és akkor itt láthatjuk is, kezdetét veszi a tárgyalás, majd mindjárt az ügyész fogja megkapni igazából a szót, de ez az ügyész, ez mindig az, aki perel, tehát mindig a felperes, tehát itt nem olyan
bírósági rendszer van. Today we will be hearing the case between the two parties present. Mint mondjuk the trial is open and the prosecutor may now speak first. Hát tulajdonképpen a mi világunkban, vagyis mondjuk Magyarországon, hanem itt a felperes elmondja a dolgokat. Hát ez nem sok, nem túl stabil vádakkal áll, úgyhogy ez nem lesz hosszú tárgyalás. You are naught but a brutal thug. És akkor szépen nagyjából elmeséli, hogy mi történt. And I intend to nyilván ugye fitting információszerzéssel, vagy esetleg tanúk, vagy egyebek alapján ezeket a bizonyítékokat ő begyűjtötte a bíróság elé tárt, és ugye fönt látható, hogy jelenleg milyen büntetés felé hajlik a bíróság, de ez ilyen általános, tehát ettől általában gyengébbet szoktak kiszabni. Tehát most, ha ott a pengellére állítást veszük, akkor nagyjából most valahol a bírság környékén, tehát mindig a legalsó emberkét kell nézni, illetve ami legfontosabb, hogy fölül van egy kis nyilacska, és akkor azt kell nézni. I have nothing to say to the plaintiff's accusations. A lapse of memory, you understand? Tehát most nem emlékszik semmire. Szerintem ez a legjobb, amit mondhat, amúgy. Egy kis gondolkodási idő. Na, itt van az, hogy le lehet fizetni az embert. De most nem fizetett le senki, majd a tanácsülésen meglátjátok. Ott majd lesz. Hát, jó, én szerintem bűnös. Guilty. Not guilty. Nem bűnös. Not guilty. Nem bűnös. 2-1 arányba nem bűnös, le lett szavazva. Tehát itt is ugye kétharmados többséggel minimum. A felperes pedig kapott egy 1000 aranyos büntit. Szia Imre, üdvözöllek. I hereby declare the hearing berekeztették a tárgyalást, a felperes rábaszott, kapott 1000 aranybírságot. Most már tiszta ideg. Aztán van olyan is, hogy annyira a hőbörök, hogy a bíróság még meg is bünteti. Jó, tehát itt a tárgyalás lezárult. Nagyon nincs miről beszélni, majd 17 órakor kell visszatérni, amikor ugye a választmányülés lesz. Szóval, ott tartottunk ugye, hogy ez a csávó, ez itt a főbasszájba. Ez, aki itt ül, ez a minden, érted? Tehát bármi van, ide kell jönni. Ide kell jönnöd rangot venni. Megmutatom egyébként a vásárlást, csak nem tudom, hogy hol van az emberem. Ja, most a házában volt, ott jön a csöves bánat. Jó, figyeld, hogy fut. Grófosz nem telik kocsira, érted? Na mindegy. Jön a bánat, vagyis én. És akkor megmutatom. Bejön a városházára, és itt van ez a kis korona. Címvásárlás. Szánalmas. Jó, megmutatom azért, jó? Ide megyünk. Bejön a kis animáció. De pofázik amúgy ez a csávó, mindent össze-vissza, tehát igazából tök felesleges az a duma, amit letol. Csóró. De legalább vág az esze. Most ez konkrétan ez a játék, ez totál a korrupcióról szól. A márki címhez 351 kell legyen ez a nem tudom, minősítés, vagy fogalmam nincs. Micsoda. Tehát addig, amíg ez nincs meg, addig sajnos ezt nem tudom megvenni. Most ahhoz, hogy ezt meg tudjam venni, vagyis ahhoz, hogy ezt a címet el tudjam érni, ahhoz külföldi méltóságokat kell fogadnom. A kúria épületében. A kúria igazából ilyen kezdetleges kastély, de ezt meg tudom mutatni az építési menübe. Ugye itt vannak a karakterosztályokhoz mért építési menük. Azt kivárjam, hogy most milyen karakterosztály vagyok. Nem tudom. Ja, igen, nagyon fontos. A karakter tulajdonképpen kezelőpanele. Itt tudod kiosztani a képességeket. Egy dolog nagyon fontos, a negatív jelzésűekre semmi esetre se tegyél pontot, mert az kész vége. A semleges tök mindegy. A semlegesre akkor tegyél, hogyha a pluszosokon már nincs hely. Aztán pakolhatod, mint a hülye, hogy a szinted növekedjen. 9-es szintű patrónus vagyok, a családfa pedig így néz ki. Vagyok én, van az asszony, és van egy kölyök. Az most éppen iskolában van, kiképzés alatt. Ha ő eléri azt a kort, amit kell, akkor utána ki tudom ide tenni, és már 3 karaktert tudok kezelni egyidejűleg. Ez is nagyon fontos történet.
És hát lényegében hatékony is. Most ugye én elindítottam az embert, hogy elmegyünk mi a fenét csinálni. Mondjad már. Blessed are those who do. Na. A kúriába külföldi méltóságot fogadni, hogy a hírnevünk, amit igazából pontokkal és számokkal fejeznek ki, az hát technikailag növekedjen. De hát ugye visszafordított minket a rendszer, mert 17 órakor választmányi ülés lesz. És ugye ezen a választmányi ülésen nem baj, ha észnél vagyunk. Gyorsan nézzük is át a politikai sztorit. Tehát az a lényeg, hogy ezek a választmányi ülések egész egyszerűen csak arról szól, hogy szavazunk. Föntről lefele haladunk a ranglétrán, tehát először a választmányi ülésen megszavazzuk a főbírót. Nyilván ez az asszony lesz, mert a főbírót a fejedelem válassza meg. Én nem engedek föl. Itt a szinteket úgy kell elképzelni, hogy itt húzunk egy vonalat, itt húzunk egy vonalat, itt húzunk egy vonalat, meg itt. Tehát minden, ami vízszínben van, az egy-egy szint. Na most, ha ugye elkezdjük a játékot, és nem jártunk még a politikai tisztségek egyik szintjén, és akkor csak legalúra tudunk jelentkezni. Ha itt valamelyikre megnyerjük, akkor utána egy szinten följebb valamelyikre tudunk jelentkezni. Ha mondjuk itt is megvan valamelyik, akkor utána még egy szinten följebb, és így tovább. Na most, ha már mi, mint jelen esetben megjártam a fejedelmet, mint rangot, akkor utána, ha én innen valamilyen oknál fogva véletlen kiesek, akkor utána én már, ha nem vagyok a hivatalba, mivel megjártam a ranglétrát, közvetlenül tudok a fejedelmi, hát tulajdonképpen pozícióra is jelentkezni. Ez is nagyon fontos. Igazából én... ha csak nem tényleges szövetségesről van szó, és ez igazából leginkább akkor, hogyha akkor lényeges, ha multiba vagyunk, de egyébként kihatással van minimálisan a játékra is, illetve a jelenlegi játékmenetre is. Én mindig az alapján választok, hogy az aktuális jelöltek közül kinél magasabb ez a csík. Mert minél magasabb az a csík, annál nagyobb pozitív megítélése van velünk szembe, tehát vagy szövetségesünk, vagy meg nem támadási egyezmény van. Tehát olyan illető kezében, mint például ez itt, hogy lényegében full nulla az a hozzánk való viszonyulási szintje. Technikailag nem szabad kormányra vagy hivatalba engedni, mert akkor annak úgy nincs értelme, tehát az csak kibaszik velünk, vagy alánk tesz valamilyen törvénymódosítással, vagy bármivel. És akkor itt kezdődik a történet. Ugye a választmányi ülésen vagyunk, elkezdődött egy ülés. Ugye két jelölt van ez, amelyik jelentkezett. Ezt nyilván nem akarjuk fölengedni, és az asszony. Hát nyilván, hogy őt fogjuk megszavazni. Mindjárt ki fog derülni. És akkor most szavazunk. Egyértelmű, hogy az asszonyra szavazunk, és mivel ugye egyedüli választó vagyok, ugye a szöveget olvashatjuk is, hogy ugyanazt tölti be a hivatalt, illetve hát őt igazából azon a szinten ugráltatom balra-jobbra, attól függ, hogy éppen melyik rangra vagy hova adódik egy jelentkező. És ugye a konzul tisztsége következik. Tehát így lényegében be van biztosítva az, hogy én és az asszony maradunk a helyünkön, maradunk a hivatalban. Hát technikailag ott, ahol vagyunk. Na, ez fenyegetőzik, de hát nála van a nagyobb mutatvány. Úgyhogy... hát igen, ő félig van, ő pedig kétharmad, tehát ő marad. Attól függetlenül, hogy fenyegetőzött, ő marad, hiszen mégiscsak nagyobb, hogy is fogalmazzak, nagyobb pozitív irányultságot mutat felünk, tehát hajlamosabb a szövetség kötése, mint egyébként. A püspök széke lesz a következő hivatal, amit megtárgyalunk. The following persons are entitled to vote. Why do you feel you can still serve the council? Ugye mindig megkérdezi, hogy miért érzi úgy, hogy I will have you thrown into prison. Viszont itt is ő a legpozitívabb, akinek a kis velünk szembeni szövetségesre hajlandósági csíkja magasabb, vagy nem is tudom, hogy miért. Itt már kezdődik a korrupció. Most szavazunk. Hengest Klagenfurtra kell szavazni. Így van.
És akkor még egy Hengest Klagenfurt. Tehát ő marad a pozícióján. A csík, ő nála nagyobb, ezt az egy dolgot szoktam figyelni, mert minél, hát mondjuk úgy, hogy minél jobban a barátokat, szövetségesebbeket gyűjtöd magad köré, tiszta Fidesz amúgy, annál, hát tulajdonképpen annál könnyebb dolgod van. Thank you. You'll soon be so... see what a good decision that was. Let us now debate about következő hivatalunk ügye, amit megvitatunk pedig a főintéző hivatala. Fingom nincs amúgy, mivel mi jó, de mindjárt végignézzük. Mindjárt meg fogjuk nézni, hogy mivel mit lehet csinálni. Na nézzük, itt is a jelenleg, úgyhogy Edmund Horthy, úgyhogy én azt mondom, hogy annak ellenére, hogy fenyegetőzik ő a legjobb jelölt alapján. Muszáj. Most hiába választok be egy olyat, aki... Let us proceed with the vote. Oh, how someone nice is trying to bribe you. Oh, how nice of you. Someone is trying to bribe you. You won't regret it. Oké. Okay. Hát itt most egy kicsit megcsúsztunk, de szerencsére meg lett választva. Tehát most, ha jól számoltam, illetve ha jól követtétek ti is, akkor nagyjából olyan 30 ezer arany korrupciós pénzt kaptam azért, hogy azokra szavazzak, akikre kell. Fogalmam nincs, ki adta a pénzt, tehát de nem is érdekel. Na, itt egy speckós helyzet állt fönt, ugyanis a jelenlegi az nulla. Tehát ő nem lenne jó. Tehát nekünk ő kellene. Ki az Hervig? Valami Hervig Gaspanovics. Itt ugye döntetlen lett, tehát sorsolás lesz. Polgár Mikó, hát igen, ő maradt, nem baj, őt, tehát még itt is ott a lehetőség, hogy esetleg száműzzük, vagy valami más megoldás, esetleg kinyiratjuk. Tehát azért van opció, el tudjuk tenni akár lávalól is. Jó, most az asszonynak jött az értesítés, hogy beiktatták a hivatalba. Ezzel technikailag a körönkénti szokásos, de ügyes vagyok, szokásos tanácsülés ugye véget ért. És hát én ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy az asszonpajtást hazaküldjük a kölökhöz. Itt a kölök egyébként, ő majd nem soká megy a iskolába, őt pedig kiküldjük a kúriába. Dinasztia gyászok, Kari Osiak, az Osiak dinasztia tagja ma meghalt. Jó, hát egy dinasztia taggal kevesebb a riválisok közül. Ez full egyébként olyan ez a játék, mint valami modernkori bandaháború, csak ugye itt a bandák a középkorban, az 1400-as években a dinasztiák voltak. Egyébként most a játékban 1420 ősze van, annyit kell tudni, hogy azt hiszem egy kör alatt, ami itt most megfenyegettek, fasza, valami épületemnek védelmek kell, mindegy 2000 aranyat kibírok, ott van bőven. Tehát a körönként, ami 0-tól 24 óráig tart, 2 évet öregszik minden a játékban, ezáltal ugye a karakter is. Ugye látható, hogy jelenleg 40 éves a karakterem, ott van, hogy kor. Tehát jelenleg 40 éves a karakter, és mindjárt öregedni fog, azt hiszem 2 évet. Ezt még ezt megvárjuk. Yes. Addig mondjuk betolhatjuk a képességpontokat, ami neki nincs. Az asszony kapott képességpontot, így van. A másik... Na, ilyenkor, mikor szintfejlődés van, akkor az adott szinthez tartozóan választhatunk valamit. Ezek igazából ilyen képességtulajdonságok. Szóval megcsapjuk, most jön a váltás. Ezek képességtulajdonságok, 2-es, 4-es, 7-es és 10-es szinthez tartozóan lehet X képességeket kiválasztani. Ugye a játék, illetve a live elején elmondtam nektek, hogy baromi... érzékeny a játék a cselekedeteidre, és az itt kiválasztott képességek is jelentősen befolyásolják, vagy befolyásolhatják a dolgot. Én igazából patrónus vagyok, vagyis hát az asszony az nem pat, de az asszony is patrónus,
úgyhogy ennek megfelelő irányt kell választani. Ártatlanság mintaképe, ugye itt rákattintunk az I betűre, és akkor kiadja az információt. Nekünk ez nem lényeg. Ami fontos, az inkább a házmester. Ez olyan... tulajdonképpen ezzel a dologgal azt éred el, hogy az épületeid, itt van, tehát itt is írja, te épületeid 30%-kal kevesebb kár éri, vagy támadás éri, amellett, hogy kevesebb támadás éri az épületek fenntartási költsége, építési költsége, innentől fogva 30%-kal kevesebbe kerülnek. Tehát ezek azért igencsak fontos momentumok. És akkor úgy látom, az ember odaért, így van, itt a kúria. Na, ugye beszéltük előbb, illetve próbáltunk rangot venni, de nem tudtunk rangot korruptkodni, mert a megítélésünk még nem annyi, amennyit írt. Ezért nekünk jelen pillanatban, ezen a rangon külföldi méltóság fogadásával kell tudjuk ezt növelni, de jelen pillanatban, mivel hát ilyen átépítés alatt áll a kúria sajnos, ezért ezt most nem fogom tudni megmutatni. Jó, hát várni kell. Akkor igazából az embert haza is hívhatjuk. Legyen együtt a család. Na, oké. Bemegyünk ide, nem is megyünk be. Megnyitjuk a politikai rangsort, és akkor átvesszük a rangokat. Ugye fejedelem, jelen pillanatban, ugye három város van a térképen. Itt a térkép, három város van. Ugye Linz, Bécs, és mi ez? Nem, Pozsony. Ebből én a dinasztiámmal tulajdonképpen Bécsben vagyok, és Bécs városában vagyok fejedelem. A fejedelem, nem tudom, tehát ez a Measure Level Up City Name, ez igazából a város előjogok vétele lenne, tehát a fejedelem után, ha előjogokat veszek a városnak, akkor utána királyi város lesz, tehát magyarul király leszek, vagy lehetek. De maradjunk a jelenleginél. Ugye a birodalmi szintre jelentkezés, megyünk sorba. Tehát birodalmi szintre jelentkezés az annyit tesz, hogy ha előjogokat vásárolok a városnak, és magasabb rangokat is lehet, ezredes, meg király, meg ilyenek, akkor oda tudok jelentkezni. Ez a gróf rangnak köszönhető. Épületrombolás. Ha valamilyen épület a városban olyan rossz állapotban van, hogy az ugye rontja az összképet, meg minden egyebét a városnak, akkor lehetőségem van azt fejedelemként lerombolni. Száműzetés. Ez alacsonyabb rangon is elérhető, azt hiszem. Nem, csak fejedelemként. Na mindegy. Az a lényeg, hogy odamész egy emberhez, rákattintasz, hogy száműzés, és technikailag 4 évre kitiltod a városból. És a száműzetés ideje alatt bárki a térképen bárhol megölheti. Ez akkor is él, hogyha többen játszatok multiplayerben, és mondjuk te a, mit tudom én, kidet, mondjuk a haverodat fogod és száműzöd, akkor a másik két haverod, akikkel mondjuk játszol, az gond nélkül megölheti, nem indíthatnak a játékba perte miatt ellened, tehát technikailag büntetlenül kinyírhatod. Forgalmi adó meghatározás. Ez egy nagyon egyszerű mutatvány. Lényegében fejedelemként te döntöd el, hogy mennyi a forgalmi adó. Viszont azt hiszem bent. Ja, most a házban. Na mindegy, az a lényeg, hogy 5-ösével 0-5, 10-15, 20-25, 30% intervallumon tudod mozgatni a forgalmi adó mértékét, és ezt az érvényben lévő törvényeknél itt lent a városházára kattintva tudjuk megnézni. Jelenleg a forgalmi adó Bécs városában 10%, az egyházi díjban 4%, ott ugye a vallás nem maradhat ki nyilván, ezért középkor meghatározó alakja volt a vallás, és ugye a törvény jelenlegi hatásköre szigorú, és ugye az előbb is látható volt, hogy még ennek ellenére sem találták bűnösnek az illetőt. Befejeződött egy épület fejlesztése. Kúriát még pont nem fejezték be. Oké. Közpénz elsikkasztása. Hát igen. Az összeszedett, összegyűjtött közpénzt, ami adóból, címvásárlásokból, meg egyebekből befolyt, amiből egyébként majd a város előjogait veszed meg, tehát hogy mondjuk fejedelemségből királyi város legyen, igazából az arra szánt közpénzt tudod ellopni.
Hát ezt most nem fogjuk ellopni, én szoktam ellopni. Mentelmi jog. Az is egy fontos dolog, szinte minden politikai tisztséghez tartozik mentelmi jog. Itt annyi a történet, hogy nem perelhetnek be, nem használhatnak fel ellened semmilyen bűncselekmény utáni bizonyítékot, tehát technikailag, fejedelemként azt csinálsz, amit akarsz. Mert nem vesznek elő. Tehát gond nélkül bűnözhetsz, bárkit megölhetsz, megölhetsz akár magadtól, legfeljebb majd fújolnak, hogy állnok, gyilkos vagy, meg ilyen üzeneteket kapsz, de egyébként semmi. Tehát úgy nyugodtan megteheted, amíg hivatalba vagy, addig nem vagy felelősségre vonható. Oké, békebíró. Mentelmi jog, letartóztatási parancs, őrségirányítás. Amikor békebíró vagy, akkor a tanácshoz, a városhoz tartozó összes őrt irányítani tudod, és bárkit, bárhol, bármikor letartóztathatsz. Őt elviszik a börtönbe, és 2 játékbeli évig, tehát onnantól fogva, hogy lecsukták, egy körön keresztül a börtönbe tartják. Ez legjobb akkor, ha valami rivális jelölteddel nem tudsz mit csinálni, mert mondjuk nem jött ki úgy, hogy el tud tenni lábaló, akkor fogod, letartóztatod, és a választás idejére börtönbe kerül. És ha nincs jelen a választáson, akkor értelemszerűen nem is nyerhet egy általa megjelölt pozíciót. Szóval, hát ezekkel lehet trükközni. Főbíró, ez most az asszony. Mentelmi jog, az tiszta, tiszteletre méltóság. Hát ez ilyen, nem is tudom, sok különbség nincs igazából a mentelmi jog mellett. Hello, hello, szia! És ami a legfontosabb, ugye főbíróként tudod módosítani a törvényszigorát. Tehát amikor ugye rákattintunk a városházára, és megnézzük az érvényben lévő törvényeket, akkor itt a szigorú, a törvény legteljesebb hatásköre szigorú, akkor tudunk olyat csinálni, hopp, itt éppen egy zsebtolvajt fogtak el, akkor az történik, hogy ott tudod állítani, igazságos, kegyes, vagy szigorú legyen. Most szerintem valami zsebtolvajtlás történik, de... Egyébként igen, meg lehet nézni, hogy tulajdonképpen ezek az emberek, tehát ez a őr, ez a modernkori rendőr, és inkább elszaladbazni. Itt simán vannak ilyenek ebben a játékban. Most lekardolták a csávót. Dr. Polgár Kovar Gaspavovics. Itt valami szerencsejátékvita történt szerintem. Mert itt most éppen kockázás van. Azért kemény, már középkorba tolták az ilyeneket mesterfokon. Na mindegy, menjünk vissza, térjünk vissza a lényegre. Oké, püspök. Inkvizíciós tárgyalás, egyházi dézsma. Na, a püspök határozza meg, hogy mennyi az egyházadó. Ez egy nagyon fontos. Bűnmegbocsátás. Ez is egy nagyon fontos dolog, ugyanis püspökként bárkinek bármilyen bűn alól feloldozást adhatsz, és onnantól fogva tehát onnantól fogva, amit addig elkövetett, az mintha nem is lenne. Tehát se bírósági tárgyalás, az égvilágon semmi. Tehát egyszerűen nem lehet felelősségre vonni. Onnantól fogva semmiért. Amit azután elkövet, azért talán igen. Konzul. Hízelgés, békéltetés, kihívás párbajra. Hízelgés. Gőzöm nincs, micsoda, nem használtam még, de valószínűleg ez a személyes empátiának a története. Békéltetés. Itt, ha a két fél között valami probléma adódik, akkor igazából egy kar suhintással, nem kard, kar, egy kéz suhintással lehet tud intézni a dolgot, és el is felejtik, mint ami is történt volna semmi, és akkor haverok lesznek. Ez valami olyasmi, mint a bűnmegbocsátás, feloldozás, de kicsit más irány. Kihívás párbajra. Na, ez annyiból buzis, hogy kihívhatsz valakit párbajra, de a buzis azért buzis, mert meg is halhatsz abba a párbajba, és akkor beszoptad. Tehát semmi következménye nem lesz, annyi, hogy halott vagy. És akkor bukott egy embert a dinasztiád. Börtönigazgató. Na hát igen, ez már komoly. Kínzás, lánccsörgetés. A kínzás az szó szerinti kínzás, tehát megverik, megpüfölik, meg mindenféle szarságot csinálnak. Hello, hello. És ja igen. Szia Rebeka neked is, meg hello Pisti neked is. Agymosás. Hát ez gondolom valami pszichológiai hadviselés lehet, ugyanúgy mint a lánccsörgetés, tehát ez inkább valami pszichológiai mutatvány.
a C elnök asszonya üzleti ellenőrzés. Na, ez egy durva dolog. Öcsém, ez az üzleti ellenőrzés, tehát a C elnök asszonya, ugye biztos, és hát valaki esetleg tanult, hogy már a középkorban is ugye voltak ilyen céhek tulajdonképpen, hogy például a kovácsok céhe, aki tulajdonképpen belépett a C-be, az elismert szakember volt, tehát az volt a hiteles, aki a C-hez tartozott, meg volt a szabók céhe, volt a patrónusok céhe, tehát az a lényeg, hogy ez olyan, mint most egy szakszervezet, vagy egy nem is tudom micsoda, és az a lényeg, hogy te a C elnökeként az üzleti ellenőrzéssel bármelyik ellenséges dinasztiával szemben elrendelheted tulajdonképpen az üzleti ellenőrzést, amikor cakkumpúderát nézik a városi őrök, meg a revizorok a céget, illetve hát azt az üzletet, legyen az egy kocsma, legyen az egy, nem is tudom, mondjuk keressünk egy példát, ez mi a fene, polgárház, hol van, talponálló, ez egy ilyen, nem tudom milyen kocsma, vagy fasz tudja mi ez, valami kocsmaszerűség, aljas és bajlós népek találkoznak itt. Na mindegy, az a lényeg, hogy üzleti ellenőrzést tudsz elrendelni, és akkor cakum púder, ugye a városi őrök, meg ugye a, hát tulajdonképpen az adórevizorok, mert van az is, adórevizorok, azok technikailag átnézik az egészet, aztán jól megbasszák a száját, tehát úgy is találnak valamit, tök mindegy. Tehát valami büntit úgy is kap. Árusítási tilalom, ez nagyon vaj az a mai korra, ezt a C elnöke behirdeti, akkor minden kereskedelem leáll X időre. Most azt hiszem, hogy 12 vagy 24 játékbeli órára, ez pontosan nem tudom, de akkor leáll. És ami fontos, a revizorok, az ellenőrök irányítása, ez is egy jó dolog. Tehát technikailag itt olyan politikai fegyverek voltak, meg vannak a középkori dolgokban a kezedben, hogy hát öröm nézni. Oké, hóhér. Átható pillantás. Hát ez nem tudom még igazából. Fogalmam nincs. Fejlesztési hozzájárulás. Ugye a főintéző. Ő igazából ennek ennyi a lényeg, hogy ő bizonyos funkciókra, feladatokra... Na, megint megfenyegettek. Majd el lesz téve lávoló. Bizonyos feladatokra, meg egyebekre ő pénzt tud kivonni a közpénztárból, vagy a közpénzből. Igazából lehet, hogy lenyúlja. Tehát gőzöm nincs, hogy mit csinál vele. Oké. Menjünk akkor tovább. A building has been upgraded. Building has been upgraded. Aha. Felépült a kastélyunk, illetve hát korszerűsítettük a kastélyt. Menjünk akkor bele. Hívjuk ide az embert. És akkor még a következő tanácsülés előtt megpróbálunk mi a fenét, külföldi méltóságot fogadni, hogy a hírnevünk egy picit följebb menjen. Az asszonyt pedig behívjuk ide. Hogyha véletlenül valaki ezt a politikai szintet megpályázza, ez a két köcsök közül, akkor ugye ne legyen az, hogy mi van. Na most, amikor eljutunk odáig, hogy ez a kölök beérik, mert ugye jelenleg grófnő Anna Miller 7 éves, és ugye nem nagy matekkel hozzá, hogy kiszámoljuk, hogy ugye 18 éves korát, 16 éves korától lehet befogni, vagyis tulajdonképpen 16 éves korától lehet ide kitenni, hogy ő is irányítható karakter legyen, magyarul akkor kerül ki az életbe. Most itt sétafikál a karakterünk. Akkor kerül ki technikailag az életbe. Ó, bazd meg! Jó, hát mindegy, egyelőre még bírjuk. Tehát az a lényeg, hogy itt szaladt a karakterem. És ha ugye kirakjuk őt is, akkor egyszerre három karaktert tudunk irányítani. Erre ugye figyelni kell. Maga a játékmenet az azt is taglalja, hogy tartsunk szeretőt a játékba. Mert ugye már előfordult olyan, hogy valamelyik fél pusztulmányolódik, és olyankor gyorsan kell pótolni, mert ha valakid meghal, valamelyik karaktered meghal, akkor annak technikailag a helye megüresedik. Na, most sikerül méltóságot fogadni, itt annyi az egész, leülök oda, kapok egy listát,
Ugye korábban már fogadtam a spanyol királyságét, most az olasz királyság diplomatáját fogadom. Zósan lerendezzük, aztán kotródunk vissza az ülésre. Azt szerintem nem fogunk odaérni. De most elmondja nekem, hogy nem akar velem beszélni, mert egy büdös bunkó paraszt. Én meleg fogadtatásban részesítem, elmondom, hogy olyan jóba vagyunk, hogy összehányjuk magunkat. Aztán ő meg elalél. Az élvezettől annyira boldog lesz. És most, hogy megvagyunk, gyorsan berendeljük Bélát a tárgyalótermünkbe. Nem tudok hova kattintani. Reméljük ideér. Mondjuk még nincs baj. Még nem jelentkeztek a szintünkre, úgyhogy igazából telibe is szarhatjuk az egész választást, mert ezek nem érdekelnek, ezek a barmok itt. A felső három a lényeg, de ott meg úgy néz ki, hogy nem fog bekövetkezni változás, de azért menjünk el, mert azért nem lesz rossz az, ha azt a kenőpénzt megkapjuk, azt a 20-30 ezer arany kenőpénzt, amit szoktunk, azt megkapjuk, akkor igazából nem lesz ez olyan rossz mutatvány. Jajjaj, aztán megyünk tovább. Közben pedig belemehetünk a karaktermenübe. Megnézhetjük, hogy van a szétosztandó pont, de nincs. Szépen megvárjuk, itt közben megy a bla 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 bla. De itt lehet ám olyat is, hogy... Hogy is? Nem. Nem tudom, mivel kell írni, pedig valamivel lehet. Na jó, mindegy. Nem jelentem meg a tanácsülésen, ezért az asszony fogja levezetni az ülést, de igazából én ezt nem baj, akkor nem mutatom meg még egyszer, mert bárra nem érdekel. Ugye látjátok, hogy itt nekünk nincs érdekeltségünk, de telibe szarjuk, hogy ki hogy van. Ez a három felső, három rang a lényeg, ezt most a kutya nem baszogatja, úgyhogy az embert is hazahívhatjuk nyugodtan. Gyere haza, testvéremmel. Az asszony ülésem van, majd ő intézi a bulit. Diplomácia. Meg nem támadásról, neutrál szintre, tehát a felére esett le valószínűleg kétharmados szintről a történet, tehát arra bácsira figyelni kell. Someone is trying to bribe you. Ó, hogy ne fogadnám el a kenő. Jó, már itt van 10 000 aranyért, az benség is 15 000 arany, szevasz. És tartózkodom, telibe szarom. Kerestem 15 000 aranyat a semmire. Ennyi. Oké. Tehát jelen pillanatban kettő üzleti épületet tartok fönt, egy cukrász üzletet, ahol igazából folyamatosan, hát tulajdonképpen folyamatosan megy a termelés. Én általában ezeket az épületeket automata termelésre szoktam állítani. Ugye itt süteményt gyártanak. Ha kifejleszted az épületet, akkor nagyon sok mindent lehet igazából csinálni. Itt van a fejlesztési menü, ez bizonyos szintekhez kötötten érhető el. Tehát ez igazából ezen nincs sok minden, ami taglalni kell, egész egyszerűen itt vannak, amiket tudsz gyártani, itt vannak hozzá szükséges alapanyagok. Ezeket én általában egész térképes kereskedelemre állítom be. Ez a vendéglő, ez a kocsmának a legmagasabb fokozata, mindjárt megmutatom. Itt van, tehát kocsma, fogadó, vendéglő. Általában ennyi tartózkodom. Általában ennyi szokott lenni. Itt látható is most, hogy a búzasör gyártásra álltak rá automatikusan az emberkék. Annyit tesz, hogy 5 alkalmazott van, elől mindig te vagy a tulaj, és az 5 alkalmazott pedig a búzasör gyártásra állt rá. És hogyha automata gyártásra állítod a mutatványt, akkor igazából annyi a történet, hogy ő, tehát a számítógép, vagyis a játék elintézi neked a anyagbeszerzést, egyebet, legyártja a terméket az alkalmazottakkal, és akkor majd ő eladja neked a dolgozókkal. Ja, raktár, hát itt cuccokat tárolunk, nyilván vannak hasznos dolgok. Egyébként, hogyha játszotok a játékkal, ráviszitek az itemre a egeret, jobb gombot nyomod,
és akkor ő szépen kiadja a magyarázatot, hogy mi mire jó. Tehát egész részletesen megkapod a fontos információkat erről a történetről, vagy mutatványról. Az nagyon fontos, hogy minden lépésed, minden, amit teszel, az kihatással lesz arra, ami történik veled a játékban. Yes, to work. Bejöhet-e az ember? Megnézzük. You have been intimidated. Megfélemlítettek. Hóhér Mirko Grögel egy díszjósó pillantást vetett George Miller felé. George a következő néhány órában egyetlen mondatot sem tud dadogás nélkül kinyögni, mert meg van félemlítve. A retorikai képessége csökkent. Hát akkor majd azt a szarházit jól kinyírjuk. Az mehet a levesbe. Nézzük, címet venni. Na, most elregéli megint, hogy bla 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 bla, meg milyen kurva hideg van, meg ilyenek. Farkasok üvöltenek, majd megunják. És vége a tanácsülésnek. Ó, Istenem, ez mennyit pofázik, hát. Someone has spoken to you. Jajajaj. Szánalmas. Még mindig nincs ott a megítélésem, úgyhogy nem fog menni a buli. Most úgy látom, hogy van egy kis technikai probléma a hálózattal, ha minden igaz, de lehet, hogy csak nálam mutatja. Ha nem tudom, hogy valóban mutatkozik-e hiba, de ha igen, akkor bocsi. István kérdezett egyes kérdést, tudom esett róla, hogy a nagy vonalakban, de ismerettségre hogy lehet szerteni. Az előbb mondtam, nem tudom, hogy ez benne volt a videóban. Az a lényeg, hogy ezt a minél magasabb politikai pozícióra jutsz, úgy tudsz egyrészt ismerettségre szerteni, vagy hírnévre. Inkább ez a helyes kifejezés, hogy hírnévre. A másik útvonal pedig az, hogy ugye, mint ahogy az előbb is remélem benne volt a live-ban, hogy kimentünk a kúriába, és tulajdonképpen külföldi méltóságot fogadtunk. Ugyanis ezek is nagyban növelik ezt az értéket. Ezt az értéket valamiért nem lehet látni. Tehát nincs az, hogy megnézed, ó, csak ennyi, akkor még ennyi kell hozzá. Egész egyszerűen addig kell csinálni és próbálgatni, míg egyszer azt nem mondja, hogy igen, nesze, itt van félmillió arany egy márki cím, vagy egy magasabb cím. Tehát ez ennyi, ugye, ennyi rejtett mutatvány van a dologba. Ja, úgyhogy ennyi. Ez a Mikó Gögerre fenyegetett meg, hogy ezt a csávót szerintem ki lehetne csinálni, vagy inkább száműzni. Ajjajjaj, kurva sok itt az őr. Közben elérkeztünk a évváltáshoz, 1424 tavasza lett. Tehát itt két évet megint öregedett, ugye már 43 éves a karakterünk. Mi van? Megkezdheti a szakma tanulását. Na, király. Idősödik a kölyök. Jó van, ne szövegeljél, mehetsz iskolába. Igazából az a lényeg, hogy írasd be a legdrágább iskolába a kölyköt. Herceg, tanácsadó, vagy a birodalmi sereg. Igazából én a birodalmi seregbe szoktam elküldeni, mert ott elméletileg a magyarázat szerint a birodalmi seregbe tulajdonképpen harci kiképzést is kap. De keresünk már meg azt a patkányt, amelyik meg fenyegetett. Ó, Dick House bejött a városházán. Egy nagyon fontos, a városházán nem tud kinyírni. Tehát igazából max azt tudod csinálni, fogod oda mész.
God bless. Száműzetés, és akkor taka. Blessed are those who do. Shall I help? Most száműzetjük az embert. This plague of rats has me at my wit's end. I ban you from coming here. 1426 nyara, 1-15-ig kitiltalak Bécs városából. Száműztük a rákba a rohadékot, mert ő megfenyegetett minket. Mindjárt jön az értesítés, hogy száműzve lett a rohadék. Tehát így igazából el lehet takarítani egy ellenséget is a földszínéről. Itt az a lényeg, hogy ő, az ő posztja totálisan megüresedett, tehát nem sok mindent tud csinálni. Már így. Ott azon csodálkozunk, nem jött értesítés. Providing for body and soul can be a heavy responsibility. No problem. Let's go. Bejövünk vissza a tanácsterembe. Én általában, hogyha úgy nincs szükség a karakterekre valahol, akkor én általában beszoktam őket küldeni a tanácsterembe. Ott zajlanak a bírósági tárgyalások, ott zajlanak a választmányülések, úgyhogy én általában ott tartom őket, így nem késnek le semmiről, főleg a korrupciós pénzekről. Tehát most is, hogy a karakterem asszonya bent volt a választmányülésen, az égvilágon semmit nem csinált, meg kétszer nyögtek, hogy tartózkodott, és ezért keresett 20-30 ezer aranyat, tehát igazából a mutatvány az jó. Ami még ugye fontos, igazából sok fontos dolog van, csak azért mindent nyilván nem akarok lelőni egy live-ban. A fontos egységek, ugye itt, család, semleges, az nagyon sok van, ezt ne is nézzétek végig, ellenségek. Ez is van bőven már nekem, nektek is lesz, ha játszotok a játékkal. Van bőven, mert nem lehet anélkül csinálni, tehát mindenkinek nem lesz jó a játékba sem, amit csinálsz. Úgyhogy, közben töltök már egy kis iszákoskodni valót. Kis Coca-Cola. A műsor termék megjelenítés tartalmazott, készült a Binya Channel megbízásából. Szóval a dynasty mourns. Na, megmurgyált egy dinasztia. Lehet kinyírták azt, akit száműztem. Virulf Horthy dinasztia tagja meghalt. A Horthy dinasztiának nem jó, ha meghalt a tagja, mert a Horthy dinasztia szövetséges. Tehát ennek most nem kell ölülni. Nem örülhetünk ennek most. Oké. Jó. Itt a vagyonnál, alul, meg tudjátok nézni a pénzügyi áttekintést. Jövedelem, kiadások, oszlop. Jelenlegi körben így állunk. Jelenleg mínusz 1668 arany, ami ugye nekünk bukó, de ezt igazából ne számoljátok, mert közel 30 ezer, 25-30 ezer arany, ami a korrupciós, megvesztegetős választmányi ülés alatti pénzből befolyt, tehát bőven 25 ezer arany pluszba vagyunk, úgyhogy igazából tiszta nyereséges ez a történet. És még tendert se kell rá kiírni. Szóval bukó. Na itt már a George Jager már megpályázta hóhér posztot, igazából fogalmam is, hogy ki az, de ha útba lesz, akkor eltakarítjuk, ennyi. Jó, napló. Ebben a naplóban, ami itt van lent, megtalálod a naplót, határidő naplót, ugye itt látod, hogy nekem van egy találkozóm, 17 órakor választmány, az asszonynak nincs. Bizonyítékok könyve. Hát itt technikailag már két ember ellen emelhetünk vádat. Menjünk is, emeljünk is vádat, legalább megnézzük, hogy ez hogy néz ki. Találkozó a városházán. Gyere, bátya! Jó van, ne szövegelj, to work, azt mondja, munkába. Gyere, bátya! Jó van. Vádemelés. Ugye itt van a kis ajtó, vádemelés, vagy mi az is? Ja, ajtó, vádemelés. És akkor itt rábökünk az emberre. Oda pösz csak odállt. Meghallgatást akar. A bíróság be fogja idézni Regina Scott, kérlek jelenj meg időben a tárgyaláson. Mindjárt jön az értesítés, hogy vádemelés történt. Így itt van. Gróf George Miller, fejedelem Bécs városában kontra szabadpolgár Regina Scott.
1426 nyara, 9 óra. Tehát a következő körben. Mi az? Főbíró Ivon Miller idő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 dö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 d
bűntény elkövetésével vádoltam meg Reginát. Itt a tárgyalás időpontja. És akkor most vádat emelünk a... várjám az ki, nem az asszony. Jajaj. Haló, nem, jó. És akkor a másik emberke ellen is vádat emelünk, így már rögtön kettő bírósági tárgyalás lesz kilátásban. Ami ugye... mi van? Haló? Yes? Haló, mi? Szabadpolgár. Menjünk csak még egyszer, nem olvastam el, mit írt. Valamiért nem tudja. Nem lehet vádat emelni. Jelenleg börtönben ül. Aha. Na, hát ez új info nekem is. Akkor aki börtönben van, azzal szemben nem lehet vádat emelni. Komolyan bazán, tiszta Fidesz. Oké. This plague of rats has me at my wit's end. Jó, hát akkor visszajövünk. Itt van. Törvény szigorának befolyásolása. Igazából itt háromféle van, ami ugye szóba került, a kegyes, igazságos, szigorú. Maradunk a szigorúnál, ilyenkor értesítésre küld. Adó. Forgalmi adó meghatározása. Látjátok, itt mondtam, hogy bocsánat, nem ötössével, hanem 0, 10, 15, 20, 30. Itt meg lehet, el lehet dönteni, hogy mennyi forgalmi adót szabsz ki. Én most módosítok az adórátán. És akkor itt van, ki is jön az értesítő, hogy fejedelem George Miller a mai napon Bécsvárosában 15% forgalmi adó befizetését rendelt el. Ezt majd a következő körben vissza fogom csökkenteni, ezt most csak példagyanánt mutattam meg nektek. Hát igen, ez mutatná meg ugye a pénzügyi állás, de valamilyen oknál fogva nem. Itt van a városháza nyilvántartása. 17 órakor választás, 26-9 órakor pedig egy tárgyalás van napirendre tűzve. Jó. Menjünk is tovább. Tulajdonképpen itt oldalt a gyors menüben el tudjátok érni mind a három város piacát. Ezen a piacon technikailag mindent megtaláltuk, ami igazából szükséges lehet. Egész egyszerűen fogod magad, és akkor itt egy kocsi. Kijelöld a kocsit, úgyhogy ott mutassa, és akkor rákattintasz jobb gomba arra a piacra, ahova küldeni akarod, és már is úton van egy kocsit. És onnan bármit szinte, ha van rá pénzed, akkor bármit el tudsz szállítani. Vagy meg tudsz venni. Hoppá. Hát itt most ég egy pár épület. Vannak ilyen véletlen események egyébként a játékban. Ez a véletlen esemény, az most úgy látom, hogy jelen pillanatban egy tűzvész, ami most két házat érint, de itt lesz több is. Na ezért jó, hogyha az épületedben kifejleszted ezeket a cuccokat, vizes hordó, tűzvédelem, tűzvédelem, tehát itt különféle dolgok vannak. Ezek a dolgok valószínűleg ennél a, ezeknél az épületeknél nincs kifejlesztve. Tehát azért mondom, hogy mindenre oda kell figyelni. Baromi összetett történet. Tehát érdemes mindenre odafigyelni, mert gyorsan be tudod bukni. Egy ilyen épületed leég, és hogyha nincs annyi pénzed, mint jelen pillanatban nekem, mondjuk nincs annyi pénzed, csak pár ezer aranyjal könnyű, tehát nehéz szinten játszol, amikor jön 1-200 ezer arany a kezdőtőke, akkor bizony egy 30-50 ezer arany felépítési költséggel bíró épületed leég, hát akkor az azért nem kis mutatvány, tehát oda basz rendesen. Az igen, hazavágja a költségvetést, főleg akkor, ha mondjuk az a 30-40 ezer arany értékű épület, amit 30-40 ezer aranyba került felépíteni, az leég, és nehogy Isten, az volt az egyetlen termelő épületed, ami bevételt hozott, mert mondjuk még nem vagy politikai tisztségen, akkor az azért gáz. De ezek a politikai tisztségek se fizetnek ám olyan jó. Hát itt látható, hogy 7500 arany a díj. Az a 7500 arany, az csak az, hogy jelentkezel a tisztségre, és utána körönként 1250 aranyat kapsz, ami a fizetés. Tehát ha jelentkezel a tisztségre és elbukod, nem választanak meg, akkor is 7500 aranyba kerül az, hogy te jelentkeztél arra a tisztségre. Szóval, hát nem olyan laza
ez a mutatvány egyébként. Egyébként nem muszáj épületet építened, tudsz venni ingatlant, hát azt mondjuk most pont nem. Ha itt kiválasztod, meg tudod venni, itt 1750 arany a kis épület, azt tovább tudod fejleszteni, de fasság lenne, mert nekem egy vendéglő, meg egy cukrászüzlet már van, és a cukrászüzlet első szintje a pékség. Az a kis épület, ami ott volt, tehát tökre felesleges ilyesmibe beruházni. Hoppá, hoppá, hoppá. Még jó, hogy megnéztük. Ugye ezt mondtam nektek itt az előbb, hogy ide pályáznak ketten is. Tehát a püspök meg a konzul is pályázni akar egyel följebb szintre. Ezért, hogy megvédjen magunkat, illetve a posztunkat, játszi egyszerűséggel az asszonyt felküldöm a békebíró posztra, és őt fogom oda megválasztani. Városi tanács hamarosan össze, szuper. Jó van, asszony. Ha pedig arra a pozícióra is jelentkeznek, amin ugye jelenleg van, tehát értelemszerűen még a kölyköt be nem hozom a körbe, vagy a játékba, vagy a kezelhető karakterlistába, addig azt fogom tudni csinálni, hogy a másik jelentkezőt száműzöm, kinyíratom, elteszem lábaló, tök mindegy, de egyre nagyon oda kell figyelni. A játékban, ha a politikai pozíciót megszerzed, mondjuk ilyen szinten, mint én, hogy a fejedelmet megszerzed, akkor baromira meg kell tartani. Akkor az kell legyen, vagy hát igazából az kell legyen az első dolog, hogy arra törekedj, hogy szinte bármi áron meg kell tartanod azt a pozíciót. És ezt jelenleg én úgy tudom megtartani, hogy mivel a békebírónak és a főbírónak a választója egyetlen egy van, a fejedelem, ezért folyamatosan az asszonyt ugráltatom egyik helyről a másikra, és így meggátolom azt, hogy a lentebbi szintről egy olyan föntebbi szintre jussanak a jelöltek, akik már utána jelentkezéssel a fejedelmi pozíciót is el tudják érni. Egy picit egyszerűbb lesz a történet, hogyha majd a kölköt is be tudom hozni a kezelhető karakterek sorába, ugyanis akkor őt felültetem éppen majd arra a rangra főbíró vagy békebíró közül, amelyik üres lesz, és akkor nem lesz az, hogy pattogtatni kell ide-oda a másik karaktert, hanem akkor szépen ott fönn csücsülünk hárman, és az alattam lévő két rangot azt úgy is én szavazom meg, hogy ki van rajta, és akkor nagyon egyszerűen éppen a kölköt meg az asszonyt tartom azon a rangon, és akkor technikailag el van intézve a mutatvány. Építési menü. Ugye, jól emlékszem, akkor igen, patrónus vagyok. Ugye itt vannak a karakterosztályok. Patronus, mesterember, tudós, gazember, vegyes. A vegyesben igazából ilyen ágyútorony, őrtorony, figyelőtorony, raktár, ház, kunyhó, palota, kastély, udvarház, kúria, tehát ilyen köztes dolgok vannak, ezt bárki építhet. A patronusnál vannak olyan épületek, ami az élelmiszergyártásra jó, majorfarm, gazdaság, cukrászüzlet, vendéglő, füstölőház, szélmalom, gyümölcsös kert, karámszántóföld, kert, tehát állattartásba is bele tudsz menni. Mesterembernél fegyver, ötvös műhely, asztalos, ruhaüzlet, kőművesház, favágó, kunyhó, bánya, tehát minden. Tudósnál dettó majdnem ugyanezek, csak feltaláló, mágus, katedrális, ugye a templomok, kórházak, egy a kripta, ugye a temető, zálogház, bankház, jegybank, ilyenek. Gazembernél tolvaj, barlang, rablótábor, csárda, zsoldos erőd, kalózodú, vándortábor. Tehát igazából ez a technikailag a karakterosztályokra specializálódást teszi lehetővé, és így tulajdonképpen azt csinálod, amit akarsz. Az ott mit csinál? A néni. Jöjj most zenél. Koldulás. Aha. Tehát koldul egy kis pénzért. Jó van. Azt szabad. Az nem tilos. Nézzük már meg a kastélyunkat.
Igen, itt látjátok, hogy ugye fejlesztettük a kastély szintjét, és tulajdonképpen ezeket itt ki kell fejleszteni. Ciszterna. Hát igen, itt azért adnak opciókat. Ugye raktározási mennyiség, munkahelyeket is teremtesz vele, ha már itt tartunk. Itt a raktárkapacitását fejleszted az épületnek. Megnézzük a palotát is. És ugye ez mind-mind pénz, tehát hogyha ha nehéz szinten indulsz, kevesebb pénzzel, akkor ez mind-mind súlyos pénzekbe kerül, tehát ezekért komoly pénzeket fizetsz ki. Itt már 8-10-20 ezer aranyat elköltöttem a két épület korszerűsítésére, vagy fejlesztésére, úgyhogy ez már ugye nem egy olyan kategória. Szakmunkás bizonyítvány. A kölök elvégezte a szakmunkás iskolát. Király! Jó, hát igazából no para. Hamarosan mehet a felsőbb iskolába, és akkor utána már minimális idő múlva pedig behúzható lesz. Shall I help? The following candidates are in attendance. Nem áll. The following persons. Ja jó, most kezdődik, hál' Istennek. Azt hittem elbasztam a választást. Na nézzük. Szerintem már most jön a kenőpénz majd. That was an interesting conversation. Many thanks. Let us vote. Szavazzunk. Yvonne Miller, egyértelmű. Csá, az asszony marad a hivatali tisztségem. We have a new office holder. És akkor így a másik két köcsög nem jutott fel a felső szintre, ezáltal a fejedelmi tisztség ismét ebben a körben is háborítatlan maradt. És hát sajnos ezzel így kell játszani mindaddig, míg a kölköt harmadik karakterként nem tudom behívni, és fel nem tudom ültetni egy hivatali székbe. Hát itt a Margot Klagenfurt az nem árt, hogyha marad. Jó, persze, majd jó szájba leszel baszva. Hogyne, még kinyírat minket, he. Ja, ki ez? Someone is trying to bribe you. How generous. Someone is trying to... We will now vote on the application. Nem tudom, ki adta a kenőpénzt, gőzöm is, de... Akinek a csíkja a legjobb. Thank you for your trust. Az marad a hivatal, ez a picsa. Mondjuk megfenyegetett, de majd elteszem lábaló. A püspök széke. Most ha jól számolom, akkor 10 000 aranynál járunk eddig a megvesztegetési pénzzel. Why do you feel you can still serve the council well? Hát itt igazából tök mindegy. Because I have the keenest brain on the council. A Maier, az nem másik a hagest lesz, mert a Maiernak a férjét száműztük, ma az fenyegetőzött, úgyhogy ilyenekre azért gondolni kell. Főleg ilyenkor. Pénzt adjatok, he! Let us proceed. Heges Klagenfurt. Vagy nem tudom kimondani a nevét, mindegy, valaki jobban tudja, írja le. Jó, marad a tisztségén, ahol van. Mehetünk a következőre, tehát eddig 10 000 arany. Tehát már plusszal szállunk ki a körből. A C elnöke. Pozíció. Ugye ez az, amit beszéltünk, hogy adó ellenőrzést rendele. Hát itt az Edmund Hortit kellene hivatalon tartani. Úgy látom, ketten rá is akarnak voksolni, úgyhogy a Horti az jó, az technikailag szövetséges, úgy majdnem. Dick. Hát kisanyám, tömész lapát. Igen, 15 000. Let us proceed with the vote. Szavazzunk Edmund Horti. Egy Edmund Hortira, még egy Edmund Hortira. Hát ez egyhangú szavazás lesz, mert én is Edmund Hortira szavazok. The election is herewith decided. We have a new office holder. Az a hőbörgős picsa meg le lesz váltva. Majd figyeld, mindjárt fenyegetőzik megint. Szerintem. I'll not let you get away with this. Aha. Majd nehogy összeverjelek a egyik kútnál köcsök. Ja.
Főintéző következik. The following persons are entitled to vote. Following persons. First, a short respite. Most gondolkodunk, 15,000 aranynal járunk vesztegetési pénzben. Így van, itt a következő, ez már 20,000. Itt a következő, ez 25,000. De nem, az csak, bocs, 22. Calvin Schulz. Ő igazából szerintem itt Hermanra szavazok, mert az van a... Hát most itt egy-egy. Szabad polgár Calvin Schulz. Végül is ő is jó. Elmegy. Minimális az eltérés igazából a kettő között, úgyhogy annyira nem lényeg. Következő hivatal ügye a hóhér szórakoztató állása. De egyébként mitől szórakoztató, ezt nem tudom. Na mindegy, a hóhér tisztsége következik. Itt négy ember lesz, tehát eddig 22,000 aranya az eddig befolyt vesztegetési pénz. Gondolkodási idője. Ilyen kovándorok. Jó, 27,000. 32,000. 37,000. Mindenkire szavazzak. Edmund Mayer. Nem Edmund Mayerre. Gregor Jager. George Jagerre szavazok. George Jager, ez az. Király. Maradt ő a hivatalba. Tehát 32,000 arany, ami vesztegetési pénzbe folyt, gyerekek. 32,000 arany, és semmit nem csinálunk, csak ott ülök abban a székben, és a karakterem. Mára ennyi tiszteletre méltó tanácstagok. Így az újabb körbeni választmányülés vége, tehát most egy körön keresztül befejeztük a választmányülést. Akkor mindenki eltakarodik. Megnézzük a hivatali táblát, annyi, hogy a főbíróról az asszony átkerült a békebíróra, mert így kívánta meg a helyzet. Egyébként 32,000 vesztegetési pénzzel beljebb vagyunk, úgyhogy azt mondom, hogy ezt totálisan megérte az a kör. Szóval, ja, tehát igazából egész... Én baromira szeretem, egész jó kis játék, sokat kell gondolkodni benne, logikázni, meg tehát igazából előre is kell gondolkodni, mert nem elég az, hogyha csak játszol, hanem arra is figyelni kell, hogy amit csinálsz, az várhatóan milyen kihatással lesz a jövődre, mert hát fontos, tehát oda kell figyelni. Ugye, mint ahogy mondtam is, minden kihatással van mindenre. Tehát oda kell figyelni, hogy mit csinálsz, vagy éppen mit nem. Jó, hát igazából szerintem ez a live így akkor nagyjából ennyi lenne. Ha szeretnétek még majd live-ot akár erről a játékról, akkor majd jelezzétek, vagy írjátok közvé, átlépünk egy új esztendőbe, 1426 nyara. És ugye a karakterem most elméletileg megint öregedett 2 évet, tehát 45 éves most a karakter. A kölök pedig... 10 éves lett, tehát még 3 kör és behívható lesz kezelhető karakterként, úgyhogy technikailag onnan már meg fog szűnni ez a kényelmetlenségünk. Ami ezt a dolgot illeti. Oké, hát igazából akkor én azt gondolom, hogy elértünk ennek a live-nak egyenlőre a végére. Remélem, hogy azért burkoltan nagyjából sikerült a lényeges vagy a lényegi információkat megosztanom veletek. És hogyha szeretnétek még majd látni ezt a játékot live-on, vagy akár tényleg elejéről kezdve egy mentéssel videósorozatban, akkor ezt nyugodtan írjátok meg, és szívesen megoldható a dolog. Most egyel több videósorozat már... nem osztam szoroz a csatornán, úgyhogy simán belefér. A Steam-es linkjét megtaláljátok majd a videó leírásban, későbbiekben beleteszem. És hát igazából szerintem bárhol Uplay-en, meg akárhol megtaláljátok ezt a játékot, én úgy gondolom. Ilyen 2-3 euró körüli a játék ára. Annyi, hogy multizáshoz valami hamacsi kliens vagy ilyesmi kell. Úgyhogy ja, az egy picit macerásabb, de az is megoldható. Oké. Okay. Hát, köszönöm nektek, hogy itt voltatok velem a live során, mindenkinek. És akkor
majd még találkozunk. Addig is legyetek jók, és sziasztok!